Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Pedagógus napi ünnepére került sor Kistereken a múzeumkertben. A rendezvény során a helyi illetőségi köznevelési intézmények munkatársai találkozhattak egymással, hogy ezáltal is egy kicsit szorosabbá fűzzék szakmai kapcsolataikat és megosszák egymással tapasztalataikat. Az ünnepélyen továbbá több egykori dolgozó is díszoklevélben részesült, ezzel is külön megköszönve korábbi munkájukat. A rendezvényről Faragó Klára tankerületi igazgatót kérdezte stábunk. Május 29-én pénteken a múzeum kertben került sor a pedagógus napi ünnepélyre, melynek keretében Kistelek köznevelési intézményeinek munkatársai egy közös összejövetelen vettek részt. Miről is szólt egész pontosan ez a szakmai találkozó? Erre a kérdésre igazán nehéz röviden válaszolni, hiszen nagyon komplex és összetett volt maga, bármennyire egy egyszerű rendezvényről beszélünk. Megítélésem szerint elsősorban arról szólt, hogy azok a pedagógusok, illetve dolgozók, intézményi dolgozók, akik itt Kisteleken bármilyen köznevelési intézményen dolgoznak, találkozzanak egymással, hiszen ez a hétköznapokban elég ritkán valósul meg, illetve érezzék az intézmény fenntartók részéről azt a fajta megbecsülést, ami mindenképpen megilleti őket. Ugye a találkozó során különböző elismerések is kiosztásra kerültek díszoklevél formájában. Kik kaptak egész pontosan ilyen elismeréseket az eddigi munkájukért? Valóban én is úgy érzékelem, egy különleges színfoltja volt a rendezvényünknek az, amikor a jubileumi diplomás pedagógusoknak tudtuk átadni az elismeréseket. Ezek az elismerések azoknak a pedagógusoknak járnak, akik 50, illetve jelen esetben 65 éve szerezték a diplomájukat, vagyis arany, illetve vas diplomára váltak jogosultá. Őket ismertük el, és hát úgy gondolom mindannyiunknak csak azt kívánhatom pedagógusoknak, hogy érjék meg ezt a hasonló pillanatot, és méltóképpen tudjon rájuk emlékezni egy közösség, egy város, egy település és egy intézmény. Az ünnepélyen több beszéd is elhangzott. Kik voltak a legfontosabb résztvevői ennek az ünnepségnek? Természetesen a legfontosabb résztvevője Kistelekváros önkormányzat képviselőtestülete nevében Nagy Sándor polgármester úr. Hiszen én tankerületi vezetőként is nagyon hálás vagyok neki, hogy mi együtt tudunk működni igazán konstruktívan, és egyáltalán tudunk egy ilyen rendezvényt szervezni. Hiszen a kisteleki köznevelési intézmények fenntartói helyzete, szerkezete nagyon sokszínű és összetett, mint ahogy ez országosan is jellemző. Nagyon röviden erről annyit hadd mondjak, hogy az önkormányzati fenntartás mellett jelen van nálunk az állami fenntartás a tankerületünk révén, illetve az alapítványi fenntartás elsősorban a művészet oktatásban. Ezáltal tehát többen vagyunk, akik fenntartóként szerepelünk a kisteleki köznevelésben, azonban nálunk Kisteleken példaértékű az a fajta összefogás, ahogy mi ezt meg tudtuk valósítani, ezért nagyon hálás vagyok Kistelekváros önkormányzat képviselőtestületének és a polgármester úrnak is. Összességében hogyan értékeli ezt a rendezvényt? Mire adott alkalmat ez a közös találkozó? Számomra, amit már az imént is említettem, az egyik legfontosabb momentuma volt, illetve ami tény, az a fajta érdeklődés, ami a pedagógusok részéről megvalósult, hiszen tavaly tartottunk először ezt hasonló rendezvényt, és most körülbelül 150 pedagógus jelent meg. Számomra ez mindenképpen már egy nagyon pozitív visszacsatolás, és egy nagyon fontos tény. Ezen kívül, ami nagyon fontos a rendezvény kötetlenebb részében, tehát az ünnepélyes részt követően, az a fajta beszélgetés és találkozó, amit tapasztaltam pedagógusok között, különös tekintettel ismételten a nyugdíjas kollégákat, pedagógusokat hadd említsem meg, hiszen ővelük különösen keveset találkozunk. Számomra személy szerint, amit én a rendezvényen is elmondtam, az egyik legnagyobb élmény az volt, hogy nagyon sok pedagógus köszönettel hívott fel, hogy gondoltunk rá, hiszen
hiszen valljuk be, mindannyiunknak nagyon fontos az elismerés, és hogy gondoljanak ránk, nyugdíjasként különösképpen. És nagyon jó volt beszélni ezekkel a pedagógusokkal, az unokáikról, az egészségükről, vagy esetleges gondjaikról, nehézségeikről, és számomra ez különösen nagyon nagy jelentőséggel bírt a rendezvény kapcsán. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet nyilvánítsak ki, és köszöntsem pedagógusnak alkalmából azokat a kollégákat is, akik valamely oknál fogva nem tudtak eljönni, úgyhogy én kívánok még egyszer valamennyi pedagógusnak, valamennyi köznevelési intézmény dolgozójának itt Kisteleken nagyon jó egészséget, sok-sok kitartást, türelmet a későbbi munkájához, és leginkább sok-sok gyermekmosolyt és sikerélményt. Megkezdődtek az időskorúak gondozóházának felújítási munkálatai, mely ismételten egy pályázatból valósul meg. A projekt eddigi alakulásáról és történéseiről, illetve a jelenlegi munkálatairól Domonis János projektmenedzsert kérdezte stábunk. A mai alkalommal egy projektnyitó rendezvényre sor került, mely az időskorúak gondozóházának fejlesztésével kapcsolatos. Egész pontosan milyen munkálatok kezdődtek eddig meg? Hát jó hírrel tudok szolgálni. A kivitelező május elején elkezdte az időskorúak gondozóházának a korszerűsítését. Hát ezek a munkálatok egészen a tetőcserétől a hőszigetelésig, ablakcseré és termálvíz bekötésig zajlanak. Tervek szerint augusztus 31-éig. Most a pályázatunk nyitó rendezvényét tartottuk, ami elvileg október 1-től 2015. szeptember 30-áig tart. Fontos még a pályázat életútjáról esetleg egy pár szót beszélni. Előkészítési munkák már 2011-ben elkezdődtek, tehát több mint 4 éve gondolkodtunk ezen a pályázaton, amit 2012-ben tudtunk beadni. Egy picit hányatott sorsú volt maga a pályázat, mert a beadás után elutasításra került, formai okok miatt, viszont fellebbeztünk ez ellen, mert úgy gondoltuk, hogy ez nem jogos, és jóvá is hagyták a kérelmünket, csak tartalékistára került a pályázat addigra, amikor ez lezajlott, és 2 éves szünet után, 2014 nyarán kaptunk a pályázatról támogató döntést, ezért tavaly nyáron tudtunk igazából újra 2 éves szünet után hozzáfogni a majdnem újra tervezéshez, mert az elmúlt időszakban azért változtak az árak, változtak az anyagok, és a pályázat viszont megkövetelte azt, hogy változatlan formában valósítsuk meg a 2012-es beadáshoz képest. Ezért volt egy szűk 2-3 hónapunk arra tavaly nyáron, hogy újra gondoljuk, meg tudjuk-e ezt a pályázatot valósítani. Polgármester úr is úgy ítélte meg, hogy ezt ezzel a 100%-os támogatási intenzitással meg tudjuk valósítani. Ezért a pályázatot tavaly október 1-én meg tudtuk kezdeni. Támogatási szerződést pedig február 20-a körül kaptuk készhez, tehát volt egy pár hónapos átfutása annak, amíg minden papír a helyére került, és így a közbeszerzés lezárulta utána kivitelezők most már gőzerővel azon vannak, hogy határidőben mindent be tudjunk fejezni. Az Ifjú Kistelekiek Szövetségének tagjai ismét Kömpöcre látogattak, hogy tanácsukkal segítség megalakítani a helyi ifjúsági szövetséget, melyet végül sikerült is megvalósítani. Az ezzel a találkozóval kapcsolatos tudnivalókról, illetve a korábbi és a várható programokról ismételten Báskai Dániel, az Ifjú Kistelekiek Szövetségének elnöke tájékoztatta stábunkat. Az utóbbi időben számos új dolog történt az Ifjú Kistelekiek Szövetségének házatáján, amelyek között a legfontosabb, hogy Kömpöcön megalakult a Kömpöci Fiatalok Társasága. Hogyan zajlott ez a legutóbbi találkozó? Igazából ez a találkozó, ami május 29-én valósult meg, ez már a 4. alkalmas találkozó volt. Negyedjére mentünk ki a településre azon célból, hogy az ifjúsági életet úgymond feltámasszuk, felélesszük. A 3. és 4. találkozóról szeretnék most egy kicsit bővebben beszélni. A 3. találkozó május 22-én volt, ide 2 kocsinyi fiatallal érkeztünk Kistelekről. Megkezdtük azt a vonalat is, hogy ne csak a fejlesztések, az oktatások zajlanak Kömpöcön, hanem azt, hogy ismerjék meg a kisteleki fiatalokat is, az Ifjú Kistelekiek Szövetségének tagjait.
és hogy még szorosabb legyen ez a hálózat ezáltal, hogy legyenek meg a személyi kontaktok, személyes kapcsolatok is. Május 29-én kimentünk újra Kömpöcre, ott azonban kimondottan a képzés volt a célja a találkozónak, ugyanis megalakították a házi rendjüket, hogy a gyűléseken mi az a házi rend, amit betartanak, mi az, ami szerint működnek, mint minden szervezetnek van egy házi rendje a gyűlésekre, és ahhoz fogják tartani magukat. Kialakították, hogy melyik nap is lesz hetente mindig rendszeresen a gyűlés, ugyanis nagyon fontos egy ilyen szervezetnél, hogy a rendszeresség legyen, hogy tényleg állandóan találkozzanak, ne üljön le a dolog, ne csöndesedjen el. Emellett a szervezet megtudta azt is, hogy a hálózatnak tényleg mi is a pontos szerepe, miért is jött ez létre, kérdezhettek, kicsit jobban belemerültek abba, hogy mi is ennek az egésznek a célja, hogy ne legyen az, hogy tényleg félre legyenek informálva, ne értsék azt, hogy miről is szól ez az egész, benne vannak, de azt se tudják, hogy miért. Igazából erről szólt, utána jött egy nagyobb blokk, ami a projekttervezés alapjai, 4 pontjának a továbbadása volt. Időszűkében sajnos nem sikerült egy fiktív rendezvényt, egy fiktív programot, projektet létrehozni. Ezt a következő alkalomra hagyjuk. A fiktív projekt létrehozása során látni fogjuk tisztán, hogy a szervezet alapító tagjai között, akik úgymond a munkacsoport, akik a munkát fogják végezni, hogy ki milyen pozícióba, ki milyen szerepbe fog majd elhelyezkedni, és ki miben erős, és mivel tudja ezt színesíteni. Az elkövetkezendő hetekben milyen további programokkal készül még az X? Az Ifjú Kistelekiek Szövetsége júniusi hónapra tervez egy Mortal Kombat bajnokságot, ez igazából egy ilyen konzoljáték, ahol a fiatalok összemérhetik az erejüket. Ebből lesz majd egy bajnokság, egy nyílt championship, ahol összecsaphatnak igazából. Emellett szeretnénk koncertet is szervezni mindenféleképpen, hiszen beköszöntött a jó idő, úgy néz ki, hogy az esős időszak most már lezárul, és tényleg lehet nyugodtan tervezni kültére koncertet. Felcsinosítottuk az ifjúsági ház udvarát, virágokat raktunk ki, kicsit kertészkedtünk, ezúton is köszönjük Kistelekváros önkormányzatának a segítséget, ugyanis az eszközöket és a virágokat, azokat ők biztosították számunkra. Így úgy gondolom, hogy a terep már teljesen tökéletes arra, hogy szabadtéri koncertek elkezdődjenek így a nyári időszakra. Emellett ugye nem soká itt van a Bajnokok Ligája. Ezt a Bajnokok Ligája meccsnézést úgy döntöttük, hogy a Centrál Kávézóval közös ilyen kooperációba valósítjuk meg, mint minden focis rendezvényt, amit tulajdonképpen a tévé lead. Mi azt mindig a kávézóval közösen szoktuk megvalósítani. Most kivételesen lesz tipjáték, lesznek italakciók, zsíros kenyérparti, szóval az egész egy kicsit összetettebb lesz, mint ahogy eddig volt. Emellett szeretnénk ebben a hónapban is erősíteni ezeket a kisebb volumenű rendezvényeinket. Elég az, hogyha már például egy lángosozást csinálnak a fiatalok maguknak, vagy összeülnek biliárdozni az este, csak ez szervezett kereteken belül, így többen jelennek meg. Múlt hónapban, májusban is volt hasonló lángosozás, és hát ott is több mint 30-an jelentek meg. Teljesen ilyen batyus buli elven működött a történet, mindenki azt hozott, amit tudott. Ezúton is meg szeretném köszönni Papné Kordás Gyöngyinek a segítséget, ugyanis az ő sütési tapasztalata nélkül valószínűleg nem lett volna olyan a lángos, és nem úgy sikerült volna az este, de köszönjük szépen a résztvevőknek is, ugyanis én úgy gondolom, hogy eléggé sok felől érkeztek olyanok is, akik még soha nem is voltak az ifjúsági házban, és úgy gondoljuk, hogy ezt a kisebb volumenű vonalat is erősíteni kell föltétlen. Gyereknapi családi rendezvényre került sor a Kipkop Gyerekház szervezésében, melynek keretében számtalan programon vehettek részt a kilátogató gyermekek és szülők. Állatsimogatás, arcfestés, lovaskocsizás, különféle kézműves foglalkozások és lufi készítés várta az érdeklődő családokat, melyről bővebben Bukor Anita, az esemény egyik szervezője beszélt stábunknak. Múlt hét vasárnap került megrendezésre a Kipkop Gyerekház családi gyereknapi rendezvénye. Milyen pályázatból valósult meg mindez, illetve milyen programokon vehettek részt a kilátogató szülők, illetve a gyerekek? A DAOP 5-1-1-nek volt ez az utolsó mini projektje, ami ugye május 31-jel zárult ez a projekt, és pont az utolsó napján tudtuk megtartani ezt a gyereknapot. Nagyon széles volt a repertoár, viszont szerettük volna különlegessé tenni, ezért állatokat próbáltunk összegyűjteni, amiket a gyerekház a
szülők, vagy a környező családok hoztak el magukkal, lehetett csacsin lovagolni idézőjelbe, de voltak nyuszik, hörcsögök, papagájok, tehát sok-sok állat volt, és volt lovas kocsikázásra is lehetőség, amit külön szeretnénk megköszönni Delecskei Lajosnak, aki egész délután lovagoltatta a gyerekeket és a családokat. Mindemellett természetesen a barkácsolás, ami mindig lenni szokott, most is lehetett barkácsolni, és volt egy különlegességünk, volt egy titokzatos bohócunk, akinek az inkognitóját nem szeretném felfedni, aki lufi hajtogatásra tudta megörvendeztetni a gyerekeket. Természetesen az arcfestés most sem maradhatott el, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki színes programokkal tudta ezt a gyereknapot gazdagítani, és nagyon sokan vettek részt, aminek pedig nagyon örültünk. Az előbb említett programokon, illetve foglalkozásokon melyik volt az, amelyik így a legnagyobb érdeklődésre tartott számot, amelyik legjobban sikerült? Hát a szamaragolás, úgy gondolom, hogy Béla, a csacsi, az folyamatosan körbejárhatott, azt nagyon-nagyon imádták. Természetesen az arcfestés, ami sohasem olyan dolog, amit meg lehetne unni, és mindemellett a lufi hajtogatás, úgy gondolom, sajnos a bohócunknak hamarabb kellett távoznia, mind ahogy véget ért a program, de ettől függetlenül legközelebb majd újra lehetőséget adunk neki, hogy bemutassa tudományát. A továbbiakban milyen programokra lehet még számítani így a Kipkop Gyerekház jóvoltából? Hát most a gyerekházban színes heteket tartunk, úgyhogy minden héten különböző színnel lehet majd találkozni a gyerekházban. Mondjuk ez a hét a zöldről szólt, úgyhogy a krokodil és a békagyártáson keresztül zöld itókákat is lehetett kóstolgatni, és akkor szépen vegyünk sorba a színekkel, jövő héten éppen a narancsárga színt fogjuk feldolgozni, itt is enni és inni is fogunk narancsárgát, viszont amilyen nagyobb családi rendezvény az majd a Levendula Fesztivál lesz, hogyha minden igaz, akkor június 20-án szombaton fogjuk megtartani ezt a úgymond hagyományőrző programunkat, amikor is a levendulával és a tündérekkel fognak találkozni majd az odalátogatók, de ezekről még majd később részletesebben is beszámolunk. Ugyancsak gyereknapi programra került sor múlt vasárnap a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrz szervezésében. Az őrz területén lehetőség volt a gyerekeknek többek közt beülni a tűzoltóautókba, tüzet oltani és célba lőni a különféle tűzoltófecskendők segítségével, valamint megtekinteni és használatba venni a tűzoltással kapcsolatos szakfelszereléseket. A gyereknapról Barázs András tűzoltó főhadnagy adott interjút stábunknak. Múlt hét vasárnap egy gyereknapi rendezvényre került sor a Kisteleki Katasztrófa Védelmi Őrsön, melynek során különböző programokon vehettek részt a kilátogató szülők és a gyerekek. Melyek voltak ezek? Így van, tehát az elmúlt vasárnap, május 31-én a Kisteleki Katasztrófa egy gyereknapot tartott. Ennek keretében a gyerekek, illetve a kiérkező szülők megnézhették gyakorlatilag a kisteleki tűzoltóautót, a tűzoltóautón lévő különböző szakfelszereléseket. Különböző programokat próbáltunk igazából nekik szervezni, kipróbálhatták a gyors beavatkozónkat, ezzel tudtak gyakorlatilag locsolni a gyerekek. Ezen kívül még a gyerekek akár apukával, akár anyukával puttonyfecskendőt is kipróbálhatták, ezzel gyakorlatilag célba tudtak lőni. Ez volt az egyik programunk, illetve 10 órakor, illetve 15 órakor szerveztünk még nekik tálcatüzes bemutatót, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy tálcában égető anyagot halmoztunk fel, ezt felgyújtottuk, és utána az gyakorlatilag porraloltóval egy tűzoltó eloltotta. Talán ez volt azon, hogy a rendezvényünk egy leglátványosabb eleme. Hogyan érezték magukat a kilátogató gyerekek, valamint a szülők, illetve a katasztrófa védelmi őrs munkatársai? Azt lehet mondani, hogy a katasztrófavédelmi munkatársai jól érezték magukat, hiszen gyakorlatilag ez a vasárnapukat ez a program feldobta, foglalkoztattak a gyerekekkel, illetve hát látva a szülők, illetve a gyerekek arcát, én azt gondolom, hogy a foglalkozás elérte célját, és ők is jól érezték magukat. A rendezvényen való részvétel az mennyire mondható jónak, mennyien látogattak ki? Ugye jó idő is volt, tehát gondolom sokan. A Kisteleki Katasztrófa ugye az elmúlt év augusztus 1-ével nyitott meg, ebből adódóan ez volt az első gyereknap, amit szerveztünk. Én azt gondolom, hogy a több mint 100 fős részvétel az egy elfogadható számnak minősíthető, illetve hát jónak mondható. A nyár beköszöntével nem csak a kullancsok, hanem a darazsak és méhek is potenciális veszélyforrás jelenthetnek az ember számára, ha helytelenül cselekszünk az összetalálkozásuk során. A nyár beköszöntével egyre gyakrabban keresünk programokat a természetben, és egyre több időt töltünk a szabadban. Ilyenkor előfordul, hogy a megszokottól eltérő veszélyforrásokkal találjuk szembe magunkat. Az egyik ilyen veszélyt az olyan rovarok jelentik, amelyek csípése nem csak fájdalmat, hanem akár komolyabb szövődményeket is okozhat. Magyarországon több olyan rovarral is találkozhatunk, amely csípése nagy fájdalommal és esetenként enyhe, ritkábban súlyos következményekkel jár. Közülük leggyakrabban a darazsak és a méhek keltenek riadalmat.
Ezek a rovarok jellemzően csak akkor támadnak emberre, ha veszélyben érzik magukat, kaptárjukat vagy fészküket. A legjobb elkerülni a fészket és nem ingerelni őket. Ha a rovarok közvetlenül a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, el kell távolítani a fészküket, a legbiztonságosabb, ha ezt a munkát szakemberrel végeztetjük el. A rovarokat vonzzák a szabadban hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadban mindig csomagoljuk vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető egy kellemetlen találkozás ezekkel az ízelt lábúakkal. Amennyiben a méhek, darazsak olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljék meg eltávolítani a fészket és a rovarokat, hanem hívjanak szakértő segítséget. A szakemberek országos listája az elérhetőségeikkel együtt megyénkénti bontásban megtalálható a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján. További információért hívja Molnár Krisztina tűzoltó hadnagyot, a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét a 0620 467 52 57-es számon. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Kisteleki rendőrkapitányság tekintetében az elmúlt hét során az alábbiakról tudok beszámolni. Az elmúlt héten egy közlekedési baleset történt a Kisteleki rendőrkapitányság illetékességi területén. Az 5421-es úton közlekedő személygépkocsi a követési távolság be nem tartása miatt az előtte szabályosan haladó gépjárműnek ütközött. A balesetben anyagi kár keletkezett, a kiérkező rendőrök figyelmeztetést alkalmaztak az okozó gépjármű vezetővel szemben. Garázdaság, illetve könnyű testi sértés vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatott eredményes büntető eljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsított az egyik baksi szórakozóhely előtt a sértettet a földre lökte, majd megütötte, melynek következtében nevezett sérüléseket szenvedett. Az elkövető kihívóan közösség ellenes erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkoztatást keltsen, illetve riadalmat keltsen. Az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a szegedi járási ügyészséghez megküldtük. Balázscsal lakott területén történt tulajdon elleni szabálysértés. Ismeretlen tettes egy hirdető táblát rongált meg május 31-én az éjszakai órákban. A végrehajtott eljárási cselekmények eredményeként megállapítást nyert az elkövető kiléte, aki meghallgatása során elismerte a szabálysértés elkövetését. A nyári időszak és az iskolai szünidő beköszöntével jellemzően megélénkül a kerékpáros forgalom, illetve a strandszezon, melyel összefüggésben gyakran figyelmetlenségünk miatt is bűncselekmények áldozataivá válhatunk. Kellő odafigyeléssel megelőzhetjük a jogsértő cselekmények bekövetkezését. Fel kell hívni a gyermekek figyelmét, hogy lehetőleg szakszemélyzet által ellenőrzött helyen fürödjenek, balesetek megelőzése végett. Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél mindig legyen ott a szülők elérhetősége, szükség esetén bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, kérjenek tőle segítséget. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Most következő sportágválasztó rovatunkban a Field Target, valamint a Hunter Field Target elnevezésű sportlövészet rejtelmeibe tekinthetünk bele. A pusztaszeri illetőségi Bárkányi Roland ugyan nem régóta foglalkozik ezzel a sportágakkal, mégis már több rangos megmérettetésen bizonyította ügyességét.
A sportágban használatos lőfegyverekről, azok használatáról, a sport szépségeiről most ő ad tájékoztatást a járásban érdeklődők számára. Mit érdemes tudni a Field Target, illetve a Hunter Field Target elnevezésű sportokról? Ez egy szabadban űzött légfegyverrel precíziós lövészeti sportág, amit Angliában találtak ki az 1980-as években. Ott ugye az apró vadak vadászata engedélyezett, és ezt hivatott ez a úgymond Field Target lövészet szimulálni. Itt fémszőlőletből kivágott állatokra lövünk, aminek van egy találati zónája, egy luk, ami 40 mm és 15 mm között van. A cél akkor dől le, hogyha ezt a találati zónát tisztán eltalálja a lövedék. Magyarországon ezt a sportot 7,5 zsúl csőtökölati energiájú légfegyverekkel űzzük általában. Az ettől erősebb légfegyverekkel, légfegyverekhez tulajdonképpen már fegyvertartási engedély kell. Erre is megvan a lehetőség, akinek van rá úgymond pénze, ideje, ezt elintézi magának. Egyébként a világban az elfogadott ez a 16 zsúlos csőtökölati energiájú légpuskák, és ezzel is vannak a világversenyek és EB-k is. Nálunk ugye űzzük ebben a 7,5 zsúlossal is, ugye ez szabadon tartható. 18 éves kor alatt felügyelet, tehát nagykörű felügyelete mellett használhatóak ezek a légfegyverek. Mióta foglalkozol a Field Target-tal, illetve hol és milyen rendszerességgel szoktál gyakorolni? Tavaly nyáróta foglalkozok ezzel a sportággal. Gyakorolni legfőképpen otthon szoktam, ugyanis nincs időm a munkám miatt máshol pályát építeni, kipakolni, hogy elég sok felszerelés kell hozzá. Hát a rendszeresség heti 2-3 alkalommal legalább szoktam, egy órát másfelet, attól függ mennyire van időm. Ugye a fegyverekről az előzőekben részben esett szó, de például mik a különbségei például a Hunter Field Target, illetve a sima Field Target közötti fegyverek között? Tulajdonképpen a fegyverek között nincs is különbség, itt szabályzás leginkább a társcsövek nagyításában van. Field Targetnél bármilyen tetszőleges nagyítással lehet lőni, Hunter Field Targetnál maximum 10-szeres nagyítása megengedett, nem használható széljelzés, különböző ilyen egyéb fegyverre szerelhető kiegészítők, tehát tulajdonképpen semmi nem használta rajtuk. Ami a fegyver a gyárja állapotában, hogy kijött, abban az állapotában ugye állítható pofadékot is lehet használni, tértámaszt is, de ez általában nem jellemző. Milyen pozíciókat kell felvenni így a lövés során, tehát milyen típusú gyakorlatokat szoktál gyakorolni? Hát ezt is a két sportágnál ugye különbözőek, Hunter Field Targetnál általában fekvő testhelyzetből lőnek, az a úgymond a legelterjedtebb. Field Targetnél pedig az ülő pozíció, mert az a legstabilabb. Itt általában a térdünkön vagy az alkarunkon támasztjuk a puskát. Ugye ez a legstabilabb pozíció. Ugye a Hunter Field Targetnál lehet használni úgymond a pálya, amivel ki van jelölve egy karó általában vagy tereptárgy, ahhoz a fegyvert lehet támasztani. Field Targetnál ez nem lehetséges, ott csak a saját magunk, tehát ahogy mi tudjuk támasztani a fegyvert, ugye, tehát máshoz nem lehet hozzáfogni. Én amit szoktam gyakorolni, az általában ugye az ülő, mert a versenyeknek a 90%-a ugye ülő pózban történik. Vannak olyan pályák, ahol kötelezően előírt a lövési mód, van álló és térdelő is, de általában ez csak egy 3-4 cél szokott lenni állónál is és térdelőnél is. Tehát ezt is gyakorolni kell, de erre akkora hangsúlyt még nem fektetek, mert még nem vagyok annyira profi, hogy ezt így ennyire gyakoroljam, de szoktam ezt is gyakorolni. Említetted ugye előbb a versenyeket, hogyan szoktak felépülni ezek a versenyek, illetve te magad indultál-e már különböző megmérettetéseken, és ha igen, akkor milyen eredményeket tudsz eddig felmutatni? Indultam ilyen versenyeken, igen, tavaly augusztusban volt az első versenyem, 8 versenyen vettem eddig részt. Tulajdonképpen a verseny úgy épül fel, hogy érkezés után megtörténik a nevezés. Nevezés után sebességmérés, tehát minden fegyvert bemérnek, hogy teljesíti a magyar törvényekben
hozott szabályokat, tehát a 7,5 zsúlt nem haladhatja meg, ugye a 16 zsúlos emberkéknél ugye ott is mérnek, ők se haladják meg ezt az értéket. Utána, hogyha mindenki bemérte a puskáját, ugye ez rákerül egy ilyen nevezési lapra, ott ezt rögzítik, versenybíró aláírja, hogy a fegyver megfelelt, átvették. Átvétel után történik a belövés, ami azt jelenti, hogy ellenőrizzük a puskánkat, hogy jól működik-e. Leadunk vele egy pár célzott lövést, hogy odahord, ahova kell, minden távolságon. Vannak általában kirakva 5 méterenként célok, amin lehet ellenőrizni, hogy jól működik-e a puska. Utána jön egy rövid eligazítás, itt elmondják a biztonsági szabályokat, előírásokat, mit lehet, mit nem. Tulajdonképpen kettő alapszabály van, amire nagyon oda kell figyelni, élő emberre fegyvert nem tartunk. Úgy kell kezelni a fegyvert, mintha mindig töltve lenne, így tulajdonképpen baleset nem történhet. Ezen kívül kiskorúak is, tehát 18 éven aluliak is kezelhetik a légfegyvereket nagykorú felügyelete mellett. Ugye általában egy versenyen 2-3 fős csoportok indulnak, és ha van kiskorú is, akkor általában beszokták őket rakni egy tapasztaltabb, ugye idősebb versenyző mellé, akik figyelnek rájuk, de ugyanúgy ez igaz, hogyha valaki kezdő, akkor beteszik egy tapasztalt versenyző mellé, aki segíti. Nagyon jó a társaság, mindig sokat beszélgetünk, mindig segítünk egymásnak, tehát tulajdonképpen egy akárki oda megy, bárkinek segítenek, elmondják, megmutatják, tehát nyugodtan bárki belefoghat ebbe, így. Az én legjobb eredményem az most a 2 hónapja a Magyar Kupa, FT Magyar Kupa első fordulóján 3. helyezést értem el. Ez eddig ilyen a legjobb eredményem. Puska is, meg a technika is tulajdonképpen előtte állt össze egy hónappal, eddig tanuló időszakom volt. Nem tudtam úgy, ugye én is HFT-ről gyorsan váltottam FT-re, ugye ez nagyon technikai sport. Eléggé sokat kellett szemenni a technikával, mire magamhoz igazítottam, és utána tudtam tulajdonképpen a puska összeállta, utána majd mondhatnám az első versenyen már úgy komolyabb eredményt is elérni. Neked személy szerint mi tetszett meg ebben a sportban? Személy szerint az, hogy mivel a természetben dolgozom én is, szeretem a természetet, ugye ez egy természetben nézett lövészeti sportág, ugye kint vagyunk a szabadban, esőben, hóban is tulajdonképpen, mert a verseny nem szakítják meg, hogyha még esik az eső is. Egész évben vannak versenyek, ez is nagyon tetszett benne. Szeretek lőni is, és tulajdonképpen a természet és a lövészet ugye így össze van kapcsolva, és hát jobbat nem is várattam volna, tehát nem nagyon szeretem ezt a kettőt így együtt. Akinek most megtetszett volna ez a sport így ebből a kis kertcsináló videóból, ő itt a járás területén belül hol és miként tud jelentkezni egy-egy mondjuk lőgyakorlatra, hogyha esetleg mondjuk veled együtt szeretne gyakorolni, vagy kipróbálni ezt a sportot? Hát igen, ugye itt benne van a kérdés, hogy rajtam kívül sajnos nincs más, aki ezt a sportot itt űzni a járásban. Én bárkinek segítek, személyesen velem lehet felvenni a kapcsolatot ezügyben a 0620 243 79 33-as telefonszámon. Pusztaszeren lakom a Hangfoglalás utca 13-ban, bármikor nyugodtan lehet hívni. Facebook oldalam is van, nevem ugye Bárkányi Roland, ez alapján meg is lehet találni pusztaszeri lakosként. Bárkinek szívesen segítek puskavásárlásban bemutatni, odaadom az én puskámat, ki lehet próbálni, mind a kettőt, HFT-s puskám is van, FT-s puskám is van, mind a kettőt ki lehet próbálni. Versenyre is tudok úgymond lehetőséget biztosítani, mert minden hónapban egyszer én is el szoktam menni versenyre. Az autóban van hely, úgyhogy el is tudok akárkit vinni. Tulajdonképpen semmi nem kell hozzá azon kívül, hogy eljön. Ezen kívül én mindent tudok biztosítani.
elkészült és már javában használható az Árpád Fejedelem Gimnázium csapatának energiatakarékos eszköze, melyet az Energy Factory névre hallgató pályázatra készítettek el a leleményes tanulók. Az információs panel összetételéről, annak előnyeiről és használatáról a csapat egyik tagja, Szász Patrik, valamint felkészítő tanáruk, Molnár Péter adott részletes beszámolót. Mink alkalmával már beszámoltunk róla, hogy az AFG csapata bejutott az Energy Factory pályázat döntőjébe, viszont a benyújtott pályamunkáról még úgy nem esett bővebben szó, nem láthatták a TV nézői. Mit érdemes tudni erről az energiatakarékos eszközről? Ez az eszköz energiával frissíti ezt az EINK panelt. Ez az EINK panel csak akkor fogyaszt áramot, hogyha frissítik, és igazából addig használja az energiát. Milyen részekből áll ez az eszköz? Egy napelemből, akkumulátorokból, meg Raspberry Pi, ami segítségével frissíti ezt az EINK kijelzőt. Elsősorban kinek az ötlete volt ez az energia takarékos panel, vagy kiknek az ötlete volt, kik találtátok ki? Az osztály külön mindenki adott hozzá bele egy kicsit. Milyen előnyökkel rendelkezik az eszköz? Csak akkor használ energiát, amikor frissítik, és ugye, hogy nekünk van egy ilyen időzítőnk, ami 5 perc után elindul, 2 percig működik, és akkor csak addig használ energiát. Hogyan sikerült megvalósítani, hogyan tevődött össze a munkafolyamat, kinek a segítségével tudtátok végül megvalósítani ezt az eszközt? Sok segítséget kaptunk, támogatók, ugye, akik pénzzel, az elektrósok a Gábor Dénes iskolából. Az időzítőnket csinálták, meg az akkumulátor összerakásával kaptunk segítséget egy férfitől, aki ehhez szakosodott, ilyen elektronikához szakosodott. Várhatóan széles körben mikor lesz tesztelve, illetve bemutatva a nagy közönség számára ez az eszköz? Akár most is lehetséges ez a dolog. Szerintem akkor próbáljuk is ki, és nézzük meg, hogy hogyan működik. Na most ugye egy 5 perc, lehet, hogy 5 percet kell várnunk, hogy most beinduljon, de elvileg egy mobiltelefonról történik a frissítés. Esetleg azt így. És utána a mobiltelefont, amit képet feltöltöttünk, azt jeleníti meg a kijelzőn, azokat a képeket. Azt megvárjuk. Teljesen elvileg automatikus, a mobiltelefon internetét használja arra, hogy frissüljön, tehát a puszta közepén is működne ez a dolog. Teszteltük azt is, hogy a napelem elvileg önmagában akkumulátor nélkül is annyi energiával ellátja az eszközt, hogy működőképes. Tehát az akkumulátor mondhatni csak az éjszakai üzemmódban szempont, ahol amikor nincs napfény. Mert nem csak hogy teljesen önellátó, tehát abszolút nem kell hozzá külsőleg a napenergián kívül más energiát bele fektetni, mert annyi energiát termel, ami teljesen ellátja az eszközünket. A kijelző mérete azért ekkora, mert ekkorát tudtunk beszerezni, de létezik már belőle színes változat is, akár ilyen egész falakat betöltő is. Sajnos elég drága még, de hogyha ezek is olyanok lesznek, mint a mobiltelefonok, hogy nagyon elterjedtek, akkor ezeknek az ára is, már ott látszik is, hogy elkezdte frissíteni a képet, ezeknek az ára is szépen le fog menni. Ez például éppen egy csapatkép, amikor az elődöntőn felolvasták a nevünket. Ez a kép jelent meg, a következő kép az... Igen, ez még az a kép. Ugye látszik rajta, amikor letörli meg, kirajzolja a képet. A harmadik kép az pedig az magának a pályázatnak a logója, az Energy Factory. A harmadik kép, ha meg jól emlékszem, akkor az a mi logónk lesz, ami az ETIPA AFG logó. Ezt a három képet. Befrissítettem, megvan az ETIPA AFG logó. Most ha kihúzzuk az áramból, a képernyőn továbbra is megmarad ez a felület, és tudjuk prezentálni azt, hogy áram nélkül is képes információt megjeleníteni. Húzz ki. Most már látjuk azt, hogy továbbra is ott van az ábra rajta. Ez az elve az egész rendszernek a működésének, és mivel hogy napelemről működik, ezért akárhova elhelyezhető, ahol az országban napos terület található, és képes működni önállóan. Mindenféle külön erőforrás nélkül, áram számla nulla magyarul.
ez az elve, és ez volt a célunk, hogy egy ilyet alkossunk. A dobozról annyit még el lehet mondani, hogy ez egy újrahasznosított műanyag doboz, amit lézernyomtatóknak a hulladék tárolója. Nem mindegyiket szoktuk felhasználni, mert ha megtelik, csak akkor használjuk, és így hulladékban maradt nálunk itt az iskolában néhány, és abból vágtuk ki, hogy erre is ilyen újrahasznosítottuk ezt a műanyag dobozt. Többféle változatban készítettük el a dobozt, ez a doboz pont olyan, mutasd csak meg, hogy egyetlen egy luk van rajta, ahol az áramot megkapja. Körbe, ha megnézzük, akkor egyáltalán nincs semmilyen csatlakozó rajta, de készült olyan doboz is, ami már a Raspberry Pi számítógépnek az összes csatlakozását is rá lehet dugni, de a mi szemszögünkből most az volt a cél, hogy minél jobban zárható legyen, hogy ne sérüljön, és de a funkcióját abszolút ellátta, vagy ellátja, amit mi terveztünk. Most következő mesefelolvasásunkban a Buta asszony című vidám történetet hallgathatják meg a gyerekek Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Volt egyszer egy szegény ember. A szegénység már nagyon nagy baj, magában is, de ennek a szegény embernek a tetejében még olyan buta felesége volt, hogy még azt se tudta, mikor esteledik, meg mikor virad. Egy nap kimennek a mezőre kapálni. Kapálnak, hát egyszer kapálás közben mi történik? Vágja az asszony a kapát a földbe, de üti, azonban sehogy sem megy bele. Jobban belévágja, hát csak nem megy. Elkiáltja magát. Hallja, Kent! Kövek közé hozott engem kapálni. Hogy megint vág egyet a földbe, hát a kapa után eltörik a kapanyél. Az ember megmérgelődik erre, jó pofon üti az asszony. Bolond vagy te, bolond? Csak ugyan bolond? Csak megy ő is kapájával, hogy lássa, mi az a hát. Hát a földbe talál egy vasládát. Tele van arannyal. Kiviszi az ember a földből a ládát, hóna alá kapja, és azt mondja a feleségének. Gyere csak, feleség, tartsunk hazafele. Megcsinálom a kapákat. Holnap majd megint kijövünk. Kérdi az asszony. Hát, Ken, miért cipeli haza azt a nagy követ? Az ember nem akarta neki megmondani az igazságot, azt hazudta. Ó, te boldogtalan, hát nem kő ez egy vasláda. Mókus van benne. Vigyázz, mert ha hozzáérsz, megharap. Az asszony nem nyugodott, csak megint csak azt mondja, hallja, Kent. Ne még cipeljük bele, dobjuk észre, hagyjuk itt békibe. De az ember csak mosolyog magába, és viszi tovább a vasládát. Otthon lelakja a ládát, be a gabonásba, visszamegy a mezőre, hogy megkeresse, hát ha még a földbe talál valami más hasznosat is. Ez alatt a faluba érkeztek valami fazekasok. Edényeket árultak. Kimegy az asszony is, megáll a fazekas előtt, bámészkozik, nézelődik. Azt mondja neki a fazekas. Hallja maga nénike, vegyen már magának is valamit. Vennék én szívesen, de nincsen pénzem. Nem baj, ha nincs pénze, adjon érte kicsi gabonát. Látja ezt a szép fazekat? Kétszer töltve adom. Vennék én szívesen, mondja az asszony, de nem tudok gabonát adni az edényekért, mert az uram a gabonásba tett egy mókust, és én félek, hogy megharap. Na jó, hát ha fél oda menni, adjon egy szénát. Azért adok magának egy szép kicsi csuprot. Hazaviszi az asszony boldogan a csuprot, fölakasztja a szegre, de már az új magában állott a falon. Gondolta az asszony, milyen jó lenne, ha még akaszhatna mellé fazekakat vagy csuprokat. Visszamegy a fazekas, hogy azt mondja neki, én megvenném a fazekakat mind, mert ez a csupor olyan, hogy egyedül áll a falon, hogy csak baj nézni is. És akkor mi a baj? Annyi a baj, mondja a fazekas, hogy majd, ha nem mer oda bemenni, akkor bemegyek én abba a gabonásba. Azt ki tudja, mire lesz még ez nekünk jó. Megőrvend az asszony, beviszi, megmutatja neki a ládát. A fazekas gyorsan fölemeli, belenéz. Hát látja ám, hogy nem mókus van ebbe, hanem kincs, mondja az asszonynak. Na néne, odaadom magának a fazekakat mindet, ezért az aranyos mókusért. Megörül az asszony, azon nyomban megcsinálják a vásárt, elviszi a fazekakat, a fazekas a mókust, az asszony meg nagy boldogan rakosgatja a fazekakat.
Rögtön neki is fog, hogy rakja föl a falra. Csuprot leveszi a falról, az elkezdi rakosgatni az edényeket. Már mindet fölrakta, de a csupor csak nem fér el ott. Mérgelődik az asszony, rákiabál a fazekakra. Férkőzzetek már összép, hogy a csupor is férjen-e? De a fazekak nem férkőztek össze, erre aztán nagy mérgébe előkapott egy botod, mind leseprűzte a falról. Na, ugye, hogy most már elfértek? Éppen erre ért haza az ura. Látja a sok cserepet a földön, kérdi ám nagy csodálkozva. Hát te tisztára megbolondultál, mit csinálsz itt? Elmondja az asszony, hogy hogyan járt. A mókusért kapta ezt a sok edényt. Fölakaszgatta őket a falra, de azok nem akartak elférni, ezért megmérgelődött, mind leverte őket. Aztán mivel fizetté? A fazekasnak adtam a mókust. Ó, te boldogtalan! Nem tudod most, merre ment a mókussal a fazekas? De asszony keresztbe teszi a kezét, és azt mondja, vagy erre, vagy arra. Hű, de méregbe gurult már erre az ember. Most azonnal szedd magad, és induljunk el a szekeres után. Én megyek jobbra, te meg majd balra. Amelyikünk észreveszi, az kiáltson a másiknak. Elindultak az asszony, meg az ura két úton. Alig mennek valamennyit, az asszony már is kiabál az urának. Hallja, kenj, jöjjön már gyorsan! Megül az ember, hogy már is megtalálták a fazekast, oda megy hát a fazekashoz. Na de hát a fazekas meg sehol sincs. Asszony pedig egy pókot piszkálgat, amely egy vékony száron ereszkedik lefele. Kérdi az ember nagy mérgesse, hát a fazekas hol van? Ugyan bizony, ezért kiáltoztál? Hát én csak azért kiáltoztam Kennek, hogy lássa már Kend azt a pókot, hogy milyen vékony szálon csurdogál lefele. Mindjárt leszakad, aztán még kitöri a nyakát. Erre aztán még nagyobb méregbe gurult az ember, de átkozta azt az órát, amelyikbe ezt az asszony megismerte. Nem elég nagy baj a szegénység. A tetejében még egy ilyen asszonya áldotta meg őt az Isten. De nem volt mit tenni. Visszament az útra, az asszonynak meghagyta, hogy ne merjen neki kiáltani, csak akkor, ha látja a fazekast. Megint mennek tovább. Az úton az asszony beér az erdőbe, hát ott látja, hogy egy fának vékony gajak le vannak ganézva. Nem tudja elképzelni, hogy mi történhetett itt. Megint elkiáltja magát. Hallja, Kenny, jöjjön már ide egy kicsit. Az ember megint megörül, hogy na, megvan a fazekas. Szalad, ahogy csak a lába bírja, majd kiüti a szemét a gaj. Már messziről kiáltja. Na, asszony, sikerült a fazekas, hol a szekere? Felerre az asszony. A fene a szekérrel, nem zörge, nem azért kiabáltam. Te bolond, hát akkor miért hívtál ide? Hát hogy ne hívtam volna ide Kendet, amikor sehogy se tudom kitalálni, hogy azok az ökrök fölmásztak a fára, azt onnan potyogtatták ezt itt le. Az ember elbúsulja magát, hogy az ő felesége már csak ilyen boldogtalan marad. Nagy bánatéba eszébe jutott, hogy a ház ajtaját meg be se húzták. Akárki bemehet oda, hát mindenüket ellophatja. Meg is parancsolta gyorsan az asszonynak, hogy azonnal menjen vissza, aztán húzza be azt az ajtót. Az asszony visszamegy, úgy értette, hogy az ember azt akarja, hogy húzza maga után az ajtót. Kiviszi hát a sarkába, húzza maga után. Másik kezébe pedig vesz egy üveg vizet, hogy ihasson, ha megszomjazik ebbe a nagy cipekedésbe. Odaér az urához, csodálkozva nézi. Hát te szerencsétlen, mit csináltál már megint? Hát nem Ken mondta, hogy húzzam az ajtót. Te olyan nehéz volt, ezért aztán a hátamra vettem. Na, mit csinálja most már az ember? Boldogtalanul mennek tovább együtt. Az erdőbe egyszer csak nagy zajt, puskalövést hallanak. Fölmegy az ember nagyfa tetejére, hogy lássa már, hogy honnan jön ez a nagy lövöldözés. Fölmászik az asszony is utána. Hát magával viszi ám az ajtót is. Alig helyezkedtek el a fa tetején, mikor a nagy beszéd lárma. Hát egy nagy csapat ember ül éppen az ő fájuk mellett. Osztozkodnak. Az ember lenéz, hát látja, hogy az éppen az ő ládájából szedik ki az aranypénzeket. Osztják egymás közt. Az asszony is megismer, ijedtében meg kiejtette az üveget a kezéből. Az meg ugye tele volt vízzel. A víz elkezd csöpögni, csöpögni.
Fölnéz az egyik ember a fára, azt mondja, úgy látszik, eső lesz, már csepereg. De már az üveg eközben el is tört. Szilánkok a tolvajok fejére zúdultak. Még jég is hullik, szól a másik. Az asszony nem bírta tovább tartani az ajtót, leeresztette. Az meg nagy robajjal leesett a fáról. A tolvajok ijedtükbe elszaladtak. Csak egy maradt ott, ennek épp a fejére esett az ajtó. Ijedtében leharapta a nyelvét. Kiáltani akart a többinek, hogy ne szaladjanak, mert nem tudott beszélni, csak így kiáltott. Ember lott, késsel lott. Vagyis ember volt, késsel volt. A többiek erre még jobban megijedtek. Úgy futottak, hogy vissza se néztek. Az ember meg az asszony szépen, nyugodtan leszálltak a fáról. Összeszedték a kincsüket. Boldogan hazavitték. Még most is élnek, ha meg nem haltak. Idén is elballagtak a kistereki hétszínvirág óvoda nagycsoportosai, a mosolygó alma, valamint a szivárvány csoport ovisai. Ez alkalomból egy népi, jelen esetben pünkösdi hagyományokat bemutató ünnepi műsorral készült mindkét csoport, valamint az őket búcsúztató pedagógusok. Most következő felvételünkön ezúttal a hétszínvirág óvoda mosolygó alma csoportjának ünnepi műsorát és az azután a következő jelképes lufi elengedését tekinthetik meg. Május 30-án búcsúztatták a hét színvirág óvoda nagycsoportosait az intézmény pedagógusai. A két ballagott csoport egy játékos, népi hagyományokat felvonultató zenés előadást mutatott be a megjelent szülők és rokonok számára. A kicsik szemmel láthatóan jól begyakorolták az erre a napra szánt műsort, amit nem csak a szülők, hanem ők maguk is rendkívül élveztek. Az előadások előtt Csíkosné Frányó Mónika intézményvezető emlékezett vissza az elmúlt 3-4 évre, melyeket együtt töltettek a gyerekekkel, emellett köszönetet mondott a szülők folytonos támogatásáért, végül további sok sikert és boldogságot kívánt a szülőknek és gyerekeknek a jövőre nézve. Az előadás követően egy jelképes lufi eleresztés vette kezdetét, mely az óvodából kirepülő, a tanulmányaikat szeptembertől már az iskolában folytató óvisokat hivatott szimbolizálni. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, kedves szülőket, és a nem utolsó sorban kitüntetett figyelemmel és szeretettel köszöntöm szülini dr. Tereskei Erzsébet jegyzőasszonyunkat, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. Kedves szülők és kedves gyerekek! Eltelt az első gondtalan korszak. Vége az óvodás életnek. Nagyobb lettek a gyerekek, felnőttek. De hogyan is alakultak az elmúlt évek? Egy picit tekintünk vissza. Az első év a beszoktatás éve, a megszokás éve volt, de nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is, a szülőknek is, nekünk pedagógusok. Megszokni azt a szülők részéről, hogy most már más gondoskodik a gyerekekről, az apró emberkéknek más viseli a gondjukat a nap nagyobb részében. Itt a szülők is még egy kicsit aggodalmaskodtak, barátkoztak az óvónénikkel, az ajkanénikkel, hiszen eddig csak ők óvták, csak ők védték gyermekeiket, és nem tudták, hogy biztosan megállják a helyüket az óvónénik, ajkanénik. De aztán teltek múltak a napok, a kedélyek megnyugodtak, és ti is, kedves szülők, elfogadtátok azt, hogy bizony ezek az óvónénik is csak értenek egy picit a szakmájukat. Teltek az évek, teltek a napok, egyre több okosság, egyre több tudatosság rakodott ezekre a két gyerekekre. Az ő elméjük is gyarapodott tudásban, és rettentő sok érmékben. Beszoktak a gyerekek is, beszoktak a szülők is, és most már igazi óvodások lettek, hónapról hónapra, évről évre. Látható jelek lettek, abba is, hogy a gyerekek önállóak lettek, egyre többet beszéltek, egyre szebben beszéltek, egyre több élménnyel lettek gazdagabbak, egyre több kis eszközt vittek haza, amit saját kezükkel készítettek. Barátságok alakultak ki a hosszú évek alatt, nekik hosszú évek alatt, mint ahogy itt hallottam, hogy végre eljött a ballagás ideje, úgy vártam már. Nagyon örülök neki, hiszen az azt jelenti, hogy most már tényleg iskolába való gyerekek lettek, de azért azt gondolom, hogy a gondtalanság itt egy picit meg fog fogadni. Élmények sokaságát azonban tovább viszik a gyerekek az iskolába, és nagyon jó szívvel gondolnak, remélem vissza rá. Ugyanúgy,
kérem a szülőket, hogy fogják a gyerekek kezét ezután is, ahogy eddig fogták. Támogassátok őket, szeressétek őket, mert ez a két dolog az, ami a legfontosabb abban, hogy megtalálják az utat, és a megfelelő úton haladjanak tovább veletek együtt. Most megmutatják, hogy az elmúlt 3-4 év alatt mennyi mindent tanultak, mennyi minden kis versikét, dalocskát tudnak előadni, szervezetten, ügyesen, odafigyelve, igazi nagyfiú és nagymennyétére. Utoljára szeretném megköszönni mindenkinek azt a bizalmat, amit megszavaztatok nekünk, és mégiscsak ránk mertétek bízni a gyerekeiteket, és vigyázhatunk rájuk. Én nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek az elkövetkezendő évekhez, és nagyon sok türelmet és kitartást a gyerekeknek. Köszönöm. Piros pünkös napján mindenek újulnak, a kertek, a mezők virágba borulnak. Szép jó napot kívánok, szabad-e bejönni, szabad-e pünkösdölni? Szabad. Szabad. Vékony pacsuma, a verebe szánca, szoknyátoknak ránca.
Ki az a három te?
Thank you.
akik iskolába indultok. Iskolába készült Balog Armand. Iskolába készült Gyöngyösi Bettina. Kérjük a jövőt! Iskolába fatövében élsz, emlékekben bogarász reggel, a szél nem rágott feledés, buta férge, fénylő levelek közt ezer mese ül, és a mesének soha sincs vége. Örök almás kert, csoda álmot rejt, az idő elapad fura lombja alatt. Örök almás kert, titok ország, mert ide bennyöken ez, ami volt, ami lesz. Örök almás kert, csak egy apró jel, susott el mi nekünk, valamit keresünk, hogy a vágyott csodát, azt az isteni fát végre megpillantja szemünk.
Azt mondják, elszállnak a gyermek évek, a mesék helyébe a gondok lépnek. Míg élek, el nem feledem, az oriban mi volt a jelen, ebédnél hol volt a helyen. Csodás mese Idén is ábban laktak a Kistereki Szivárvány óvoda vegyes és nagy csoportosai. Ez alkalomból egy zenés, játékos ünnepi műsorral készült mindkét csoport, valamint az őket búcsúztató pedagógusok. Most következő felvételünkön a csoportok által előadott mesét és az azt következő ballagást tekinthetik meg. Válasz égen andalok, tám te vagy, vagy én vagyok, vagy a kovács mesték. Akkor mi? Egy madár látta fehér felnő, szivárvány színejtőlen Thank you.
meg nem is volt, álom is volt, igaz is volt. Ez a mese a kíváncsi király kisasszonyokról szól. Élt a világon réges-régen két király. Az egyik egyedem-begyedem ország királya volt. 15 lányával él, a hét nélkülnire, konferenciás területre. A másik két ország királya, 9 gyönyörű szép Dalia Vitéz fiával él, az üveghegyen innen. De a két király haragban volt egymással, egy régi történet miatt, ugyanis egy csatában egyedem-begyedem ország királya legyőzte jégkirályt, ezért jégkirály megálkozta, ha valaha lányai születnek, azok legyenek cselpesek, lopcsipecsik, be ne álljon a szájuk, sőt, bántolják szét a cipőjüket minden áldott reggelre, az átok be is teljesül. Irgum burgum vaskalap! Tudjátok-e, ki mondta ezt? No, ha nem tudjátok, majd megsúrom. Egyedem-begyedem ország királya mondta, akkor felébe egy harmados hajnalom aranyozott lábú ágyában. Mérges volt a király, hogy vége az éjszakai nyugodalmának, és megint elkezdődik egy nap, amikor azt sem tudja, hogy hová meneküljön 15 lányal. Ugye csodálkoztok, miért félt a király a tulajdon lányaitól? Talán arra is gondoltok, hogy csúnyák voltak a király kisasszonyok? Ó, nem! Szebbek voltak azok, mint a tavasz, üdépek, mint a rózsa, karcsúbbak, mint a nálcád. Csak hogy kora reggeltől késő estig egyfolytában kérdezősködtek. Úgy húrta az oldalukat a kíváncsiság. Este pedig, ó jaj, este mikor lefeküdtek, a király jól rájuk zárta az ajtót, és jól eltette a kulcsot a zsebében. Reggelre mégis széttáncolták a cipellőiket. Hogy mi? Azt senki sem tudta. De ez még hagyja ám. Nappal pedig az egész palotában senkinek sem hagytak nyugtot. Alig ébredtek fel, már is hallható volt a lányok fáradhatatlan csacsogása. Körbe táncol az őse aranyköpönyekbe, ki játszik körbe, táncol az őse aranyköpönyekbe, ki játszik lányok, mi játszunk lányok, azt játszunk lányok, Rizek rázkod, hagyba rázkod, csücsüljünk be lányok, mi játszunk lányok. Babámé eszem a
kíváncsi sapkát, és feloldja a jég királyárkát. Thank you.
Elvarázsolt mese ország.
ország az egész. Nincs jó szem király, hogy a fűszes vagy. Most már induljunk a bálba! Ó, kedves király kisasszonyok, íme meghoztam új cipőkollekciót.
Rádiót legújabb diva platform viselem. A lé íme parancsoljanak, választanak. Ez nem elég koppanós. Ez nem elég csusszanós. Parancsoljanak. Ennek alacsony a sarka. Ezt a barda szűkre barda. Ez nagyon bőnek tárcsú. Ebben meg a tartatvás. Most kinek kiség, de a fejem oly nehéz, mint az elefánt tenyere. Ó, én borsult gyerekem! Thank you.
égből pottyan mese volt. Thank you.
iskola, csingilingi, gyertek, gyertek, szól a csengő szép szava. Megyünk ki, már hogy ne mennénk, kedvesek ám a betűk, de azért most óvodásként mégis könnyes a szemünk. De jó is volt ide járni, mennyi ízni. Sok-sok mesek, óta játék, akkor a szép világ. Itt játszottunk télen-nyáron, nőttem, velem nőtt a szék. A baba, a labda, az autó, tanultam verset, mesét. El de jó volt ide járni, ugye bizony gyerekek, óvó nénik, akár csak az édesanyám szeretet. Kicsi voltunk, nagyok leszünk, kihagadt az iskola, de téged szép óvodám, nem felejtünk el soha. Yeah.
Kinőtték a csomodát, olyan nagyok lettek, még szól nekik sok perc, egy búcsúzó ének. Iskolába mennek, betűket tanulni, sok tudományot fognak okosodni. És ha majd eljönnek látogatni minket, ők olvasnak nekik csodás szép meséket. Kívánjuk hát nekik szerencsés tanulást, most pedig vidám búcsúzást, ballagást. Következő adásunkat június 9-én, kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben magazinműsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!